Figyelem, Paks 1-es szabadtéri tűzesethez. Egyre több szabadtéri és bozótűzhöz riasztják a tűzoltókat országszerte. Köves Péter, a Tolna megyei katasztrófavédelmi igazgatóság szóvívője szerint egy kis odafigyeléssel ezek zöme megakadályozható lenne. 57 esetben vonultak ebben az évben eddig tűzoltóink, Tolna megye tűzoltói szabadtéri tűzesetekhez kifejezetten, tehát erdő-vegetációs területek tüzeihez, szabadban égett hulladék, valamint belterületen is. Ebből az apropóról gondoltuk úgy, hogy ezek megerőzhetők, ezek a tüzek, és hát kitől mástól, hanem a hivatásos tűzoltóktól leghitelesebbek ezek a tanácsok, úgyhogy nagyon érdemes meghallgatni. Belterületen ez zöld hulladék égetése, és szóba jöhet még ugye május 23-ig meg van hosszabbítva az a kormányrendelet, ami lehetővé teszi azokon a településeken, ahol ezt az önkormányzat rendeletében szabályozza, itt a zöld hulladék égetéséről van szó, tehát segítenek abban, hogy a belterületen hogyan égessük a zöld hulladékot, ezek a tanácsok, de akár egy egyszerű grillezéssel kapcsolatában is meg lehet említeni, és igenis fejben kell tartani ezeket az információkat. A Tolna megyei katasztrófavédelem igazgatósága és a paksi hivatásos tűzoltók egy televíziónk által elkészített kisfilmmel szeretnék felhívni a figyelmet a biztonságos tűzgyújtásra. A rövid filmben 6 pont hangzik el, melyeknek betartásával megelőzhetjük a szabadtéri tüzek kialakulását. Akkor a tüzet gyújts, amit kezelni is tudsz. A tüzet soha ne hagyd felügyelet nélkül. Mindig legyen a közeledbe elegendő oltóanyag. Mindig gondoskodj a tűzirányításához szükséges kéziszerszámról. Feltámadó szél esetén azonnal osd el a tüzet. A tüzelés befejezését követően gondosan osd el a tüzet. Akadályozd meg a visszagyulladást. BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóságnak a Facebook oldalára, a közösségi oldalára került fel ez a kis videó, a publikum előtt is. Nagy lelkesedéssel fogadják egyelőre, amit visszajelzéseket így mi is tapasztalunk. Nagyon sok emberhez sikerül eljutni, és ami nagyon fontos, hogy a fiatalságot is meg tudjuk így közelíteni ezeken a csatornákon keresztül. Valamint megint csak a Covid, tehát a különleges jogrendet említeném, ezt a járványhelyzetet. Sajnos ez is nehezíti ugye nagyon sok esetben akár társszervek kommunikációját is, tehát így ilyen formában is jelen tudunk lenni a médiában, el tudunk jutni így akár az állampolgárokhoz. Mindenképpen pozitív hozadékkal számolunk mi is ennek a videónak kapcsán. A Tolna Táj TV-nek pedig ezúton is köszönjük a segítséget itt, ami a forgatás, az operatőri munkákat illeti.